Vélhetőleg nem sok köze van Maros-Ludas településünk nevének a görög és római igazságszolgáltatáshoz. Annak megmagyarázásához viszont, hogy ha valaki hibás, felelős, vétkes valamiben, arra miért mondjuk, hogy ő a ludas, ahhoz csak ugyan mélyen bele kell ásnunk az antik kultúrtörténetbe. Az ókori görögök tudnilik Zeusra esküdtek, márpedig a Zeusra mondom görögül úgy hangzott, hogy tonzéna. Ha azonban valaki vicces kedvében ehelyett azt találta mondani, hogy ton kéna, az már azt jelentette, hogy aludra mondom. Valahogy úgy képzeljük ezt el, ahogy a magyar a bizisten helyett bizistókot mond. Az agya furtabbja azonban rájött, hogy ha az ünnepélyes pillanatban ton kénát mond, akkor hamis esküje nem is számít annak, hiszen nem Zeusra, hanem a ludra tett mindenek fölött kötelező erejű esküt. Arisztofanész Madarak című vígjátékában a furfangos Pesztetairos a régiek esküvését ekképpen jellemzi: hajdan nem is esküdtek az emberek Istenre, csupán a madarakra, Lampon ma is azt teszi esküdvén folyvást a ludra, mikor csal. Így hát a ludra esküdni kifejezés a görögben felvette a hamisan esküdni jelentést, jó pár évszázaddal később pedig már a magyarországi latinitás is használta a jurare per anserem kifejezést, amely szó szerint a ludra esküvést jelenti. Mi több, Verbőci István híres törvénykönyve, a 16. századi tripartitum egyik alcíme a magyar nyelvű megfeleltetés tényét is rögzíti. De pena per jurorum et aucariorum ludas appellatorum, az esküszegőknek és ludasoknak nevezettek büntetéséről. Habnak számít a ludasság tortáján, hogy a kifejezés később egy középkori magyar szokás forrásává is vált. Az esküszegőt, hamis tanút nem csak az Európa szerte szokásos számkivetéssel, vagyonelkobzással büntették, hanem az ország egyes vidékein megszégyenítésül még döglött ludat, vagy ludat ábrázoló szégyentáblát is a nyakába akasztottak.